az alatt az idő alatt a szakaszt ki tudjuk üríteni. Jó, rendben. Jó. Szevasz, a kockázat mennyi kettőt, jó. Citroen C2 R2 Max. Találkoztunk a Ceredi teszten, túl vagytok egy tesztelésen, ugye? A tegnapi nap folyamán mi várható a hétvégén? Hát mindenki a vízről beszél, meg az esőről. Nem nagyon tudom eldönteni, és hogy örülnék-e a vizes pályáknak, vagy a saras pályáknak, de hogyha mindenki úgy van vele, hogy inkább nem kívánja, akkor én azt mondom, hogy essen. Kezdődik a Zeger Rally. Hogy készültök, milyen gumikkal? Eső lesz, nem lesz eső, mire számítasz? Mi slick gumival fogunk kimenni, illetve a Michelineken ez az új EB-s gumiával. Abban van olyan minta, ami kicsit kivezeti a vizet, úgyhogy mi ebben bízunk. Tanikám, itiner átírva? Átírva, minden rendben van. Minden rendben, oké. Okay. Pályákat be tudtátok járni? Persze. Minden rendben volt? Hát, autó látjuk. Milyen? Autó oké. Okay. Mindegyikre kell egyet rakni. Kicsit látni, hogy előrébb.
Megy az adok kapok? Megy! A fiatal titánokat csak szuhán tudom elverni, ahol nagyon csúszik. Igen? A morva specialista? Így van. Sima bal és sima jobb. És 200. És a végén egy sima jobb és 100. A sima jobb. 100. Még jobb három gumi. És ebből jön egy bal három tő. Az is gumis. 30-ra jobb kettő úton. Jobb kettő hosszú, és a vége jobb 34. Ez is hosszú. És ebből jön egy bal három. De fent van. Ahol ti rajta voltatok, ott volt a vége a másiknak szintre. Ja. A kanyarba kitört a kereketek? Igen, rajta után az első kanyar. Aha. Holnap reggel tudjátok folytatni a versenyt? Igen, az a döntés született itt a csapat. Azt a döntést hozta, hogy megyünk holnap szuperrajtba. Trabantos voltam, és egy pár őszhajszállal fiatalabb. Ő neki még fekete volt a haja. Lakás Orbi adotta, úgy gondolta, hogy visszaviszi a üres üvegeket, és létrehoz egy csapat. Ez egy másik történet így. Nem kell feszülni. Mik az idő? Jobb 250 föl, és aztán jobb egyben fékből bal 3. Bal 3, fékes. Csúvás lesz. Jobb 4 kienged. És bal 3, 30. Minden gut, nincs semmi. Fantasztikus. Good, very good. Very, very good. Very, very good.
Minden gúz. Nélkül mentek most? Élvezitek legalább? Élvezünk, igen. Tét nélkül megyünk, nem kell feszülni. Nagyon élvezünk. Így lazább. Mit tehet az ember, igaz? Jó lett az autó? Jó, akkor csinálom. Jó, ügyesen megcsináltak a srácok. Volt fel a dolog este. Pályák milyenek? Ezen is van ilyen murvás rész? Nem annyira veszélyes. Van egy pár feladás, de nem. Sokan kiestek a kategóriát? Látjuk az autókat az útszélén. Hát a kategóriánk az nem annyira fogyott meg. Megvan még szerintem mindenki. És van egy 50. Sima bal, sima jobb, 50. 50 végén bal egy. És aztán 50, és abban fékezel, mert bal kettőből jobb. És sima jobb 100. És sima jobb 50-ben fék. Mert jön egy bal 3. Most még mehet. Itt a fék, jön a bal 3 szigorú. És jobb 4. Jobb 4-ből bal 2. Jobb 4. Bal 2. És 50-ben fékezel, mert szigorú jobb 34 gumis. Szigorú a jobb 34 gumis. És ebből egy bal 3 jön. És jobb 2, elront 30, bal 3. Bal 3. Tolod. 70, vége, fékes, bal 4, kétszer gumis. Ötven bal kettő gumis és jobb kettő gumis. És után történt egy műszaki technikai problémánk, és ki kellett állnunk. Szuper rallival tudtunk ma menni. Nem volt hozzá túl nagy kedvem még tegnap, de a csapat rábeszélt, és utólag azt gondolom, hogy jó döntés volt. Éreztük a mai napot. Megértem a végén. Autó jól szuperált. Hát egy napi balét eltekintve egyébként igen. Ma, mai napra ma gondolom. Ma tökéletes volt. Akkor jó döntés volt, nem? Miskolcon találkozunk? Hát egyelőre úgy, hogy nem, de majd meglátjuk. Még a negyediken még. Na azért. A murvákon. Gondold át. A murvákon biztosan. 56-ossal Suk János és Gonda Dániel. 6-os kategória, 5. hely. Egy nagy tapsot szeretnék kérni nekik is. Jani, gratulálunk a célba éréshez, találkozunk Miskolcon.